Alig van eladó panellakás Nyíregyházán, Máté Szalkán pedig jelenleg egy sem szerepel az ingatlan közvetítők kínálatában. A lakáspiac az elmúlt évben jelentős változáson ment át, a kereslet és az árak is folyamatosan emelkedtek. Mostanra úgy tűnik, hogy az eladók már nem tudják tovább emelni az áraikat, egyre nehezebben veszik meg a túlárazott ingatlanokat. Nyíregyházán átlagosan 27%-kal drágultak a panellakások. A Nyíregyház ingatlanpiacon a panellakások árai jelentősen nőttek az elmúlt egy évben. Azok a lakások, melyeket tavaly 6-7 millió körül kínáltunk eladásra, most közelítik a 8 millió forintos értéket. Ez a forgalomban egy picit lassítást eredményezett, mert akik eddig befektetési szándékkal vásároltak lakásokat, most már nem annyira vonzó számukra a 8 millió forintos panellakás. Máté Szalkán az ingatlan árak az országos átlaghoz képest kisebb mértékben, megközelítőleg 10%-kal emelkedtek. Itt azért nincsenek eladó panellakások, mert a vevők elkapkodják azokat. Az árak itt is folyamatosan emelkednek, de a kereslet kezd eltolódni az újépítésű lakások felé. Használt lakásvásárlásoknál inkább egy kicsit elkezdték felfelé küzdeni az árakat, tehát tekintettel arra, hogy meg a Magyarország bevezette a csokkot, ugye ez használt lakásoknál is érvényesül. Új lakásoknál több az érdeklődés, ugye mert ott elég magas összeget, főleg három gyerekeseknél elég magas összeget ad az állam vissza nem térítendő támogatást a csokknak köszönhetően. A megyeszékhelyeken átlagosan 272 ezer forintos négyzetméter árral kell számolniuk a panellakást keresőknek. Országosan 50%-kal több ilyen ingatlant hirdettek áprilisban, mint egy évvel ezelőtt. Az elemzők szerint az átlagos értékesítési idő 2 hónap körül van.